Az operatív törzs ülésére érkezett a miniszterelnök múlt pénteken, Orbán Viktor minden reggel egyeztet a testülettel. Aznap a cseh miniszterelnökkel is tárgyalt a járványhelyzetről. Orbán Viktor a találkozó után azt mondta, hogy itthon az oltásra várók csak közvetlenül előtte tudják majd meg, hogy milyen vakcinát kapnak. Amikor valaki elmegy az oltópontra, akik regisztráltak, azokat oltjuk be, elmennek, ott közlik vele, hogy milyen vakcinát tudnak neki adni, és ha nem kell, akkor nem fogadja el, hanem elmegy a sor végére, és amikor van olyan vakcina, amit szeretne, majd ismét értesíteni fogjuk. Csak hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma másnap az ATV híradójának azt írta, az értesítéskor arról is tájékoztatást kapnak, hogy a számukra kijelölt oltóponton milyen oltóanyag áll rendelkezésre. A vakcina típusáról helyben is tájékoztatást kapnak, ha valaki nem olvasta volna el figyelmesen az értesítést. A Jobbik ezek után úgy döntött, hogy feljelenti a miniszterelnököt. A párt szerint Orbán Viktor az oltásba vetett bizalmat is rombolhatja kijelentésével. Tulajdonképpen az EMMI megcáfolta azt, amit a miniszterelnök úr mondott a nagy nyilvánosság előtt. Tehát ha ez nem állja meg a helyét az, amit ő mondott, akkor ez valószínű egy rémítő terjesztés. Kerestük a miniszterelnöki kabinetirodát, hogy mit gondolnak a feljelentésről. Azt írták, idézem, a kormány ostobaságokkal nem foglalkozik, a gyurcsányista pártjai helyesebben tennék, ha a járvány elleni védekezést segítenék. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egyébként nincs ellentmondás Orbán Viktor és az EMMI tájékoztatása között. Arra senki nem tud garanciát vállalni, hogy az előzetes jelzésnek megfelelő vakcina lesz. Az a biztos, ha aki elmegy az oltópontra. Ha tudjuk, akkor természetesen senkit nem akarunk megfosztani az előzetesen rendelkezésre álló tervezett oltóanyagról szóló információtól. Kettő között tehát nincs ellentmondás. Azt egyelőre nem tudni, hogy eddig hány esetben indult eljárás rémhírterjesztés miatt, a rendőrség jövő hétre ígér tájékoztatást ezzel kapcsolatban. Elmarasztoló ítélet kettő született, a járványról szóló valótlan cikkek és képek megosztása miatt a vádlottakat mindkét esetben közmunkára ítélték.